Generátorral termelnek áramot az Albán Nemzeti Színház lebontása ellen tiltakozók. A kormány lekapcsoltatta a villanyt. A színészek és aktivisták tüntetései ellenére az albán parlament megszavazta az 1939-ben épült színház lebontását, hogy az ikonikus épület helyén magántőke bevonásával építsenek kulturális központot és több felhőkarcolót Tiranában. Nem volt nyilvános konzultáció, senki nem akar tudni arról, amit a művészek és a polgárok éreznek. Ez a küzdelem arról szól, hogy megvédjük a demokráciát ebben az országban, és nemet mondjunk az üzletemberek és korrupt politikusok szövetségére, mondta az Euronews-nak a színház igazgatója. A tiltakozók a múlt hónapban az ablakon át bemásztak a színházba, hogy megakadályozzák a nézőtér lebontását. Néhányan összecsaptak a rendőrökkel. Önkéntesek több előadást tartanak hetente, hogy pénzt gyűjtsenek a kampányukhoz. Az erőszakra művészetünkkel válaszolunk. Ez a legfontosabb üzenet, amelyet a színház küldhet a politikának, mondta egy egyetemi tanár. A kormány szerint a lepusztult épület veszélyes a látogatók egészségére és biztonságára, és az albán művészeti közösségek többsége támogatja, hogy új színházat építsenek. A tiltakozók szerint nem csak fizikailag kell megóvni a Nemzeti Színház épületét, hanem a történelmét is. Ez volt az első hely, ahol kommunista pereket tartottak, miután Albániát felszabadították a náci uralom alól 1945-ben, mondja az Euronews tudósítója. A tüntetők és ellenzéki politikusok azzal vádolják Edi Rama miniszterelnököt, hogy átlátható folyamat nélkül döntött, és haszonszerzés céljából enged át állami ingatlanokat magánbefektetőknek. A miniszterelnök mindezt hisztériakeltésnek tartja. Amint az Euronews-nak magyarázta, Albánia tiszteletben tartja a megállapodást, amelyet az Európai Unióval kötött. A projektet megvizsgálta az Európai Bizottság, és zöld utat adott neki azzal a feltétellel, hogy versenytárgyalást írunk ki. Úgyhogy ez meg is történt, mondta Edi Rama kormányfő. Mindkét oldal hajthatatlannak tűnik, de hamarosan kiderül, hogy végleg legördül-e a függöny a tiranai Nemzeti Színházban.